Sziasztok, sziasztok! Én Oni vagyok, és ez itt ismét a Bloodborne. És most a legutóbbi részből, amit Dante mondott, kis mellékszál itt a főbosszal kapcsolatban, azt próbáljuk nektek összehozni, és közben hangalapon már itt van Dante, de képileg nem tudom behívni. Sziasztok! Ugyanis, amint látjátok, ott a életvonalam alatt a csengő még nem aktív, ugyanis az a játék, ugye, ahogy mondtuk, nagyon vicces abban, hogy nem tudunk beinvitálni játékost addig, csak bizonyos pontokon, úgyhogy ezt a kettőt most itt hagyom, nem érdekeltek. Ha itt dobják le ezek a kis cukika, akkor én most itt lemászok. Most próbálok visszamenni oda, amit közben, ha eltévedek, majd Dante irányít. Igen, meg közben én a saját világomba párhuzamosan ugyanarra megyek. Oké, itt lejött. A disznóhoz fogsz érni. Igen, és de őt most meg, még nem ölhetem meg, nem? Hát, ne öld meg, hagyd ott, ha ott tudod. Ezt nem tudom, hogyha megölöd-e, mert igazából a disznónak új szerepe van ebbe a sztoriba. De nem tudom, hogyha megölöd, akkor inkább ne öld meg, ha képes vagy rá, csak egyedül meg szívás most ez a rész neked. Megpróbálok elfutni mellette. Mert ha elfutsz, akkor ugye itt meg, ha végigfutsz ezen a folyosón, balra lesz egy létra, azon felmászod, és ott lesz a másik, és akkor már ott is vagy. Ha várjál, mert most itt baj van. Szerintem azon a létrán túlfutottam. A legvégéig kell, hogy eljussam. A legvégéig, akkor jó hely, jó, mert azt hiszem, hogy ott is van közvetlen egy létra. Na, jó, itt vagyok a legvégénél. És ugye igen, és hogy felmászol azon a nagy hosszú létrának, ugye bal oldal. De lesz még itt majd is végig kell futnom, ugye? Hát itt bal oldalt, hogyha felmászol azon egy hosszú létrán, akkor bal oldalt eljössz, és akkor így fog állni egy Kevin, és a mellette lévő létre kell neked. Akkor nem jó helyen léptem, várjál. Mert itt mindenki lövöldözik rám. Á, biztos, hogy nem jó helyen vagy. Annak a folyosónak, ahol a disznó van, a végéig kell, hogy elfuss, ahol azok a fél emberek vannak. Igen, csak túljöttem. De egymást kinyírták amúgy, tehát valakit megadnak, adtam egy kis. Igen, szóval a játék tagoltsága okán, így most ezt ilyen furán vagyunk kénytelenek rögzíteni. Apropó, muszáj vagyok megkérdezni a korábbi tapasztalatokból kifolyólag, hogy Oni minden megy, minden felvétel készülék elindul? Elvileg igen. Jó, akkor bízunk benne, hogy mindennek is menni fog a rögzítése. Reméljük, mert ugye arra már nincs mód a PS-en, hogy megnéz valami mutatja, mint egy külön felvőn, hogy most világít a kis piros gomb, vagy nem. Na, itt a Kevin. Egyébként én magam sem tudom, hogy miért hívja a Bloodborne közössége Kevinnek azt a kis kockás lényt, vagy kockás téglás szörnyet. Valaki tudja, írja már, mert tudom, hogy mindenki Kevinnek hívja, de hogy miért, azt nem. Jó, Kevin megöltük, akkor most már szakítanak. Hú, de véres lettem. Ja, egyébként, ahogy legutóbb ígértem, ruhát váltottam megint egy szebb ruhára. Csak is azért, mert hogy megígértem. Ja, belül, bocs, itt az ablak, itt vagyok. Hello, Mr. Hunter. Igen, és akkor megkérdezi, megtaláltuk-e. Most odaadhatom, vagy a do not give az, hogy miért nem adhatom, az miért jó? Tehát most felajánlott egy kérdés, hogy előveszem a vörös brost, vagy nem adom oda? Szerintem ne add neki, nekem az derenk, hogy az a helyes, hogyha nem adod neki oda. Akkor nem adom oda. És erre azt mondja, hogy oké, akkor várok. Akkor mégiscsak add neki oda, bocs. Arján. Mert most megint ugye, most megkérdezte, hogy mit csináljon, és most... Mondd azt, hogy menjen a nagyapjához, vagy családtagjához, nem tudom már pontosan, hogy fogalmaz a játék. Hát most meg mindig nem az a verzió van. Most az van, hogy mondhatom neki az Odeon Chapelt. Igen, vagy mi a másik? Hát az meg az információt így
így visszatartom? Az Odeon Chapelt von neki, az Odeon Chapelt von neki. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Ha? Én jól emlékeztem, hogy nem szabad neki odaadni. Mert mégiscsak egy kislány azt már látott elég szörnyűséget, szegény. Oké, de végül is akkor oda lehetett volna neki adni. Igen, de akkor azt hiszem, akkor megáll ez a sztori. És ugye most arra játszunk, hogy itt mindent megcsinálj. Akkor most mehetek a temetőbe? A Mánytyad disznó irányába. Igen, és akkor minden igaz, akkor közben én magyarázok, szóval a helyzet az az, hogy az előző boss, akit az előző videók végig játhattátok, ezt a Gaskion atya. És azt mondtam az előző videó végén is, hogy ugye a felesége elrontotta, és a zenedoboz nélkül ment el megállítani, és ugye ennek az a tége, hogy meghalt. És ugye anyutól, azért mondtam a videó végén olyannak, hogy majd szedje össze a cuccot, anyutól egy ilyen relikviát össze lehet szedni, de mivel a kis csaj, aki a közös lányuk, mégiscsak egy gyerek, nem kéne tudnia róla, hogy apu kinyírta anyut, és mi meg kinyírtuk kaput. Ezért fel lehet neki ajánlani, hogy menjen el az Oedon Chapel nevezetű helyre, ahol a nagyapja, aki szintén egy vadász, várja a kislányt. Ugye igazából a játékban a háttérben zajlik, ezt pedig konkrétan nem tudom, hogy a gyerek elindul az apjához, ilyen így történik. Viszont ez az út eléggé veszélyes, bár nincs egyáltalán messze, de ez az út az elég veszélyes, és az a disznó, aki ott mászkál lent, az okkal van ott ez a disznó. Ugyanis, mert ez egy ilyen kis kedves családbarát játék, az a nagy disznó, az megeszi a kis csajt. Egészen konkrétan. És erre onnan kapsz egyértelmű magyarázatot, hogyha nem tudom közben, Oni, te hol vagy. Közben itt van már a malac, csak megölöm a hullákat, hogy ne zavarjanak meg a varjak. Szóval a malac az, ha megölöd, akkor ad egy relikviát a kislányból. Mi marad belőle, most már pontosan nem emlékszem, hogy az micsoda. Megmondom őszintén. De azt a relikviát, ha visszaviszed az előző ablakhoz, akkor majd a nagyobb lány is hangalapon megjelenik. Na, megöltem a malacot. Na, ügyes. Büszke vagyok rád. Igen, most kaptam semmit. Bloodwain kaptam csak. Nem adott semmit a... Nem. Mit kaptál, Blood? Hát csak ezért élettöltőt kaptam igazából. Igen? Igen. Óha. Valami felett elsiklottam? Lehet. Egy másodperc türelmet kérek. Várjál. Itt egy kislány holtes. Vagy lány. Aha. Van itt egy női holtes, ez eddig itt volt? Lent. De nem lehet vele semmit sem csinálni, csak itt van egy női holtest, az jelent valamit? Vajon? Jó kérdés, ugye? Igen, nem tudsz ott semmit csinálni? Semmit se. Uha, most egy kicsit akkor megcsomoltam, hogy mit rontottunk el. Lehet, hogy oda kellett volna adni a brost. Most... Az ablakhoz, ha visszafutsz, nem történik semmi, azt nézd már. Mert lehet, hogy ezt itt nem tudtuk 100%-on megcsinálni. Megyek. Nagyon futok. Oké, még egy létre. Mert neked ott talán ott kellett volna egy ilyen red ribbont ott a csatornában, ahol a disznó van. Konkrétan. Aha. És azt kéne, hogy odaadd a nővérének.
hogy ott lenne a csatornában. Nem biztos, hogy pont a disznó hagyja maga után, de ott kéne legyen azon a környéken. Hát itt most az ablakhoz jövök, ez még mindig csak megköszöni. Mert a kislány még ott van? Igen, és ugye azt mondja, hogy szeretlek, meg hogy meg anyut, meg aput, meg a nagyapámat is kb. Aha, akkor nem rontottuk el, akkor csak lehet, hogy valamire rossz választottál. Ha? Na, várjál egy pillanat. Na, én más nem hagyom annyiban ezt a dolgot. Pillanat, várjál. Akkor mindig azt kérdezi, hogy nem találtad-e meg az anyukáját? Nem azt kérdezi, hanem most megköszöni, és hogy szeret... Nagyon szeret minket, meg az anyukáját, apukáját, meg a nagyapját is. Ennyit mond. Mert ugye ott az volt, hogy vagy meg visszatartom az információt, vagy ugye az old valami, már nem emlékszik a nevére, amit mondtál. És most ott is vissza kellett volna tartani ott is az infót? Nem, ott arra kellett volna nyomni, hogy menjen oda. Olyan nem volt, hogy menjen oda. De az az Oldon Chapel, arra nyomtál. Igen, ott vagy Oldon volt, vagy az, hogy visszatartom az információt. És jól nyomtál, akkor én jól emlékeztem, jókat nyomtál, nem szabad neki odaadni a kis cafatot, meg azt kell mondani, hogy menjen oda az Oldon Chapelbe. Akkor elképzelhető, hogy egy játék annyira gagyi mechanikailag, hogy ki kell menned a Hunter's Dreambe és vissza, hogy ez befrissítse magát. Én is erre gondolok egyébként. Mert egyáltalán nem állna messze, ugyanis ez a játék, ez technikailag azért finoman szóval se egy erős darab. Na most viszont lehet jobban járok, ha a játék elején lévőhez futok, mert akkor nem kell ennyit lépcsőzni. És ezen gondolkozom. Úgyhogy szerintem erre fogok futni itt mindenkin keresztül. Hagyjatok békén. Bocs, nem érek rá. Mondom. Egyébként van egy tárgyad abban, amiben egy csomó abból, amivel automatikusan visszamész a dumpáshoz. Igaz, azt most használhattam volna. Ebben most igazad van. És megszúrtak a létrán. Na, itt vagyok. Hunter's Dream. Oké. Most akkor vissza a... Honnan tudok itt legkönnyebben oda menni? Oda legkönnyebben? Oda legkönnyebben a rövidítéssel tudtál volna, amit nem nyitottunk ki. A tombok Odeon... Az onnan az Oedonból, igen. Reméljük, hogy nem lesz ott a család egyik tagja. A kis delikvensünk, igen. Na, kipirál, nincs itt senki. Szóval akkor most nem is kell, hogy teljesen elfussál odáig, mert hogyha a disznót kinyírod, az neked teljesen elég, ott nem kell visszamenned majd megint az ablakhoz, mert az ablakhoz majd később kell visszamennie. Ha? A malac. Szúrd segbe. Az lesz, mindjárt felnyásolom. Disznóvágást tartjuk. Oké, meghalt.
És megint csak azt kaptam. És ott nincs. És most kaptam egy Red Messenger Ribbont. Az kell, igen, na azt tartsd meg azt a Red Messenger Ribbont. Arra még, azt még hagyjad adni, nem kell visszamenjél az ablakhoz. Bár lehet, hogy vissza is mehetsz igazából, ha már úgyis ott vagy. Menj oda az ablakhoz. Menj oda az ablakhoz, igen. Ne tegyél két kört feleslegesen, mert itt most ez két külön úton is bejárhatod. De menj oda az ablakhoz. Hát én nagyon futok. Jó, ez a kis mellékszállat már negyed órája csináljuk. Mondhatják a kedves nézőink, hogy nem tettünk meg mindent. Majd a végén összefoglalom, hogy mi is volt pontosan ez a sztori. Kevin bácsit elintézem. Majd a kacagást figyeld a dialógus végén, olyan kis kattant. Megint tiszta vér a lábam. Na itt vagyok az ablaknál. Most azt írja, hogy no response. Nem enged, bakker, ettől féltem, jó, akkor... Oké, és akkor most lőd ki magad a Hunter's Dream-be. Oké, várjatok. Sőt. Igen, lőd ki magad a Hunter's Dream-be, és mondom a továbbiakat. Bevesszük a nyugtató gyógyszert. Oké. Ja, és ez nem is a Hunter's Dream-be vissza, hanem ez csak egy a legutolsó lámpához, ahol voltam. Így van. Aha, én azt hittem, hogy ez egyből a Hunter's Dream-be visz. Miért hittem én azt? Nem tudom. És a táblánál majd a Cathedral War nevű helyre menjél, légy szíves. Uh-huh. Megyek. Már teleportálok, mint Son Goku. Yes, itt vagyok. És ha kimész a főbejáraton magaddal szembe, és elfordulsz bal irányba, akkor ott kell legyen az előző videónkból, nem tudom, nézted-e a kocka azt a csatornán, feltűnt holló vadász. Az a baj, hogy senki nincs itt. Nem mondod komolyan. Nem mondod komolyan. De. Nem mondod komolyan. Sírni fogok. Pedig én nyíljegyenesen kijöttem, és senki nincs itt. Cserébe itt van a Mr. X. Mr. X? De milyen játékkal játszol? Pedig egyenesen jöttem. Biztos, hogy egyenesen kell lejönni? Egyenesen és balra, és ott lesz a... Ott lesz a holló. Nem a... út, az, ahol alapból járkál egy ilyen gyökér. Micsoda? Nem a kúthoz, nem. Nem a kúthoz, hanem szembe egyenesen kellett, hogy kimenj. Igen, ott nincs senki. Ez így szomorú. Nem baj, ami viszont akkor biztos, hogy van, az az, hogy az út sincs messze. A előző boss csata helyszínét céloz már meg, és ha ott se lesz semmi, akkor feladjuk ezt a mellékszállat. Mert ez most már kezd hektikussá válni, ez amikor én annól csináltam, ez nem volt ennyire nehéz. Igen, nézem, van-e valaki, hogyha visszamész, gyalog a... Onnan nincs messze attól a helytől. Pedig én mindent az utasításoknak megfelelően csinálok.
most itt vagyok, igen. Áll lent valami vadász a temetőben. Nem áll itt senki sehol. Jó, akkor amondó vagyok, hogy ezen a ponton hagyjuk ezt a sztorit, mert itt már amúgy túl sok minden nem történne. Vagy csak még nem jutottunk el oda a sztoriig, majd esetleg később megpróbáljuk befejezni ezt a szálat. Akkor amondó vagyok, hogy hívjál be engem, és folytassuk tovább az utat. Lehet, hogy van még valami kritérium, amire én már nem emlékszek. Úgyis innen kezdtük volna, mert itt ért véget az előző epizód. És ameddig elmész oda, addig összefoglalom, hogy mégis mi volt ez a tizenpár perces próbálkozás. Ugye itt az a sztori, és amúgy ez egy azt egész mutató... Hol van az, amit a malasztó felvettem? Az lehet nem jelenik ott úgy meg. Mert lehet, hogy az a valamit csinálni kéne. Nem kell semmit csinálni. Nem, akkor lehet, hogy még egyszerűen a szellem, a hollóvadásznak lehet, hogy még van valami kritérium, hogy megjelenjen, lehet, hogy meg kell ölni az izét, a harmadik boszt. Az nem lehet, hogy a brost amúgy az szét lehet törni, ezt nem lehet, hogy szét kell törni? Nem kell szét törni. Ez 100%. Szóval itt ugye annyi lett volna ez a sztori, de lehet, hogy még később befejezzük, hogyha megjelenik a vadász, hogy egy következő részben, hogy ugye volt az előző részben az atya és a felesége, és ugye a kislányuk ugye hiányolta őket, viszont ahogy ugye Oni is csinálta, nem mondjuk meg a kislánynak, hogy mi történt a szüleivel, mert hogy tekintettel vagyunk a lelki világára, és azt javasoljuk, hogy menjen el ide erre a helyre, ahol Onit a végén oda cipeltem, ahol az előző boss csata volt, ugyanis ott várja a Henrik nevezetű vadász, aki hát több mint valószínűleg ő a nagyapja, mert említi is a kis csaj a nagyapját, és vele ugye biztonságban lett volna a kislány. Közben csengetek. Oké, és csak ugye közben a disznó ugye elmegette a kislányt, mert az út egy nem igazán egy gyereknek való vidék. És ugye a Henrik gyakorlatilag ezen az egy éjszaka alatt, aki ott várt rá, igazából elveszíti a fiát, a menyét, meg az unokáját. Szóval érthető módon bekattan. Ennek következtében, közben én is csengettem, ennek következtében ugye teljesen megörül, mint ahogy szerintem mindenki tenné, hogyha ennyi embert veszítene el a családjából egyetlen egy éjszaka alatt. Amikor majd arra járunk, csak ez az kéne, hogy megjelenjen a holló, mert az a holló, akivel az előző részben beszéltünk, ő a vadászoknak a vadásza, tehát ő a megkattant vadászokra vadászik. Az eredetileg az ő feladata lett volna, hogy ezt az atyát megölje, csak mi hamarabb ideértünk. És ő minket majd figyelmeztet, hogyha felbukkan, hogy ne menjünk a temetőbe, mert Henrik, az öreg vadász teljesen megőrült. Viszont ugye azért akartam, hogy menjél oda, hogy nézd meg, hogy ott van-e már a Henrik. Mert a Henrik, hogyha ott lesz, akkor ott a Henriket majd ki lehet nyírni a hollóval karöltve. És ha ezt követően utoljára visszamész az ablakhoz, akkor megjelenik az utolsó életben maradt tagja a családnak, a nővér, az idősebbik lány. És azzal ért volna véget ennek a Gaskione családnak úgymond a tragédiája. De szép ruhád van, ebbe platináztam ki a játékot. Tényleg? Aha. Hol vagyunk? Ja, jó, oké, bocs, egy fél kamerával arrébb voltam, nem értettem a helyszínt. Akkor amondó vagyok, hogy irány-surány. És valaki itt is színisztelezik. Itt vannak, ezek a Mr. X. Ja, ez a Mr. X, ja. Most pontosan emlékszem, hogy merre is visz az út a bosshoz, de jól emlékszem, erre megyünk elsőnek. Mert ugye nekünk most az old járnám helyszínre van szükségünk. Hát igen, erre megyünk el a templomszerűségbe, ahol az a fickó imádkozik. Fickó imádkozik, az a negyedik boss, és még nem az jön. Nem az, hanem egy vadász, vagy egy ilyen fehér. Ja, értem, hogy van. Ez konkrétan az itt van. És itt el kell menni hátul, és körbe kell menni. És kutyák. Kutyák, miért vannak kutyák? Utálom a kutyákat. Vasvillás paraszt. Nekem világít egy cucc, ezt én most felveszem. Tégy úgy, nekem semmi nem világít, én le vagyok tojva magasról. De is rakom már a izét, mert miért is nem áll. Egyébként
előző próbakörünkből tudjuk, Oniva, hogy itt ez a része, ahol a legnagyobb luft van a boss csata és a következő megítézési pont között, tehát a jövőben nem lesznek ekkora nagy üres járatok a részek elején, amikor Oni egyedül lesz, ez az egyetlen hely, ahol valamire játék itt egy ilyen hosszabb ideig nem engedt társat beidézni. Meg ugye most mi is eltököltük az időt ezzel a kis mellékküldivel. Jaj, az ott lövöldözik, jól emlékszem? Igen, meg jön egy kutya is. Kettő, ó! Kettő a kutya. Utálom a kutyákat. Már ugye ezeket, ne, senki ne érte félre, ezeket a kutyákat. Ezeket a kutyákat. Van itt valaki? Eddig 99 inside, nem tudom, hogy hívja a játékos, 98. Insight. Egyel kevesebb lett. Miért? A végén fogyik? Nem tudom, minek következtében. Itt ez a gyerek, erről beszéltem. Ja, igen. That's precisely how I started out. Igen, én vagyok a szörnyvadász. You may call me Alfred, protégé of Master Ligarius, hunter of vile bloods. Oké, Alfred. What say you? I pray might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things? Nekem az Alfrednek is meg fogjuk csinálni a kis mellékszálát. Azt most így fejből nem tudom, hogy kell csak ezt a Red Ribbonosat. Tudom meg a Hollowét. Refuse-oljak, hogy kooperáljak vele? Én annak idején kooperáltam. Akkor kooperálj vele, és akkor meg lehet majd idézni. Very good indeed. Okay. Take this to celebrate our acquaintance. Lehet, akkor nem fog rátámadni azonnal. Ötmeséltem veled, hogy fel lehet vele majd támasztani, vagyis ő miután ott izél vele. Na mindegy, nem spoilerezek. De olyan sokat ért ezt a sztoriból, ha jól sejtem. Nem, de majd felvétel után majd mondom, hogy miért szóljon, még lehet veled beszélni. Ó, ja, most ki lehet kérdezgetni. Aztán sok szöveget most nem fogjuk itt végig. Mert valaki ne szeretné fordítani, ez majd kikockázza. Egyébként nem lehet bele leállni és imádkozni. Ja, de ne is csak ennyire egyszerű. Oké, de van értelme? Nincs. Legjobb tudomásom szerint. Nekem az be sincs rakva. Hát ez nagyon messze van az imádkozástól. Várjál, minket egészen más közegben neveltek ezek szerint. Nem így kell, várjál. Hol van? Itt van pray. Uh-huh. Miért nem csinálod, öreg? Mert már felállítottad, némán kellett volna beállni mellé. Csicska vagy? Nem jössz? Elmegyek. Aztán kidő, hogy mégis volt itt valami rejtett cucca ezzel kapcsolatban. Ja, lehet, hogy itt megtaláltuk volna az ősi titkot, amit még senki nem fedezett fel a játék megjelenése óta. Hát olyan nincs. Rá van, hát múltkor olvastam egy pár hónappal ezelőtt egy interjút a Miyazakival, ugye a játék producere, írója, rendezője, meg minden. Kitől, és azt mondta, hogy még bőven vannak olyan titkok a Bloodborne-ban, amit még senki nem fedezett fel. Nem ott kell leugranunk? De. Hogy körbe visszamehetünk. Itt van egy ellenfél, úgy emlékszem, és pont mögöttünk, mert tudták, hogy itt fogunk leugrani. Kis vicces. Figyelj, én nem tudok kezdve, hogy amit meséltem neked, hogy milyen pózba kell állni azelőtt a lény előtt, 30-valány másodpercig, ha azt valaki magától felfedezte, akkor nem tudom, mi van még. Itt problémák lesznek. Miért? Hát ezen az ajtón én nem tudok átmenni, drága barátom. Én se. Nem erre van a boss? Nem erre van, erre szerintem... Vagy megcseréltük a bosszokat, amikor mi játszottuk végig, és a Visceramelia a következő. Valószínű. És lehet, hogy akihez mi mentünk, mint harmadik boss, te és én, az lehet, hogy opcionális boss volt, csak te is gondolom erre jöttél el elsőnek, és azt hittük, hogy az a harmadik. Valószínű. Mert úgy tudom, hogy a bosszoknak a nagy, kb. A fele az amúgy ott hagyható a játékban, csak mi Onival kinyírtunk mindenkit. Csak mikor mi elkezdtünk kooperálni Onival, és eldöntöttük, hogy ebből a játékból felvételt csinálunk, az konkrétan azon a ponton volt, hogy ezt a bosszt, akihez most elindultunk, már megöltük. A szörnyet látod ott a fár tetején? Igen. Ha, az első végigetszásban az itt nem jelenik meg.
Jó, ez esetben akkor menjünk tova. Igen, mert a Hollownak itt kell majd állnia ezen a ponton. Lehet, hogy majd a Viszer Amelia megölése után jelenik ott meg. Akkor menjünk ahhoz a bosshoz, én azt mondom. Ó, ez a kapu viszont nincs nyitva, amelyre most bemész. Akkor menjünk körbe? De a másik kapu van nyitva, amit... Tehát ugye most ahhoz, hogy Dantét be tudjam hozni, ahhoz a másik kaput nekem ki kell nyitni egy kulcssal. Konkrétan erre. Itt fel a lépcsőn. És jön egy ilyen lassú dög, aki akkor átszakít, mint a fene. Hát én nagyon beszartam meg ezt, hogy hoppá! Akkor láttam. Csak elmérődtem. Nem kell fosni, itt vagyok. Oké. Okay. Ezt a kaput kellett ahhoz kinyitnom, csak hogy ugye értsétek, hogy Dante miről beszélt, hogy milyen sokat kell előre jönnöm, hogy őt beíthassam, ezt a kaput ki kell nyitnom. Ami a Hunter Streamben lévő kulcs nyit ki. Igen, és ez egy elég nagy szívás a játék részére, tehát ez a bajunk, hogy miért jó az, hogy ilyen szinten széttagolja? Most láttátok azt a fehér füstöt ott az előbb. Az a fehér füst, az... Jaj, ennek hangszórója van? Hülye vagy? Az a fehér füst, az így egy ilyen láthatatlan fal, amit ha kóba viszünk, akkor ott nem tudjuk megcsinálni. És nem értem, hogy miért jó az, hogy a világot ilyen kis szeletekre szétvágja a játék a kóp miatt. Miért nem tudunk az elejétől a végéig együtt menni, hiszen a kóp az erről szól. És igazából nagyon jó ez a Bloodborne, meg tényleg jó a sztoria, meg én imádom. De a multi része az nagyon gyenge. Egyrészt emiatt a hülyeség miatt, másrészt hol vagy? Melyek itt felszól, amit világítunk. A másik, hogy a Resident Evil 5, oké, az egy kópra kiegyezett játék volt, de nem mondja már nekem az senki, hogy olyan megerőltető lett volna beletenni egy olyan funkciót, hogyha a társadat egy lény elkapja, amit azért elszokott, mert ezt tudnak elkapni. Jól vigyázz fel egy ilyenek fehér! Lesz is rá példa. Biztos, hogy lesz is rá példa. Le lehessen róla ütni. A Resident Evil 5-6-ba ezt simán meg tudták oldani egyetlen egy ütéssel, hogy akkor leütör a társadról. Itt pedig, hogyha valaki melyik boss vagy bárki az ég egyet a világon elkapja a haverodat, akkor az összes, amit tudsz csinálni, az az, hogy végignézed. És imádkozol, hogy nem öli meg. Úgyhogy, hogyha hova hozt, mert akkor kezdhetitek az egészet előről. Akkor menjünk arra, drága barátom. Menjünk, követlünk. Csinálok fényt. Mondtam, legyen fény, világosság érkezett. Ez nem úgy van, hogy szólt az úr, legyen világosság, és lőn világosság? Nem, én most az egyik. Ennek már itt kellett lenni ennek a lénynek? Ez egy nagyon jó kérdés. Ők egy későbbi lények a sztoriban, ezek a brain suckerök, ahogy az angol rajongók hívják, tehát agyszopkodók. Elképzelhető. Innen amúgy be lehetne menni, de akkor beleesnénk a Jinja-ba. Erre. És ha utunk... Eljön mellettem, amerre megyek, és megmondja, hogy erre. Kösz. Szívesen örülök, hogy segítettem. Itt lesz később ez a fehér ruhás gyerek, akit most... akivel beszéltünk, az Alfred. Aha. És itt lehet majd vele folytatni a kis sztoriát. Nem tudom, hogy te azt megcsináltad-e. Szerintem megcsináltam, de most így fejből nem emlékszem. Ja, itt van az kódos ajtó. Akkor nem erre, akkor a másik... Ezt nem tudom, a kódot? Nem tudod még a kódot. Lehet Alfred elmondta, nem? Gyere már! Nem tudom még a kódot. De egy szép hang azt mondta, hogy de bászard! Hol vagy már? Milyen jó, hogy egy ilyen világot élünk, hogy az emberekből szörnyetegek lettek, meg... démonok, meg mindenféle rusnyalein, de valakinek még van ideje azzal szopódni, hogy nem tudod a jelszavat. Miért nem mondtad neki, hogy egy aprócska kalapocska, benne csatka, macska, mocska? Vagy a... Ja, akkor itt le kell ugrani. Mindenféleképp le kell ugrani. Ajaj. Vagy mint a... Kikapom, állat... amilyen... Állat... Ennek már itt kell lennie? Minek? Ennek van egy szőrös kaszásnak. Mert ezek szerint a játék valamit módosítgatott a lények eloszlásán. Ez jó kérdés. Ja, ezeknek a... Igen. Annak igen.
Tehát már itt voltak ilyenkor? Már itt voltak, igen. Jó. Akkor menjünk tova. Mi? Ennyi nincs itt semmi. Jó, menjünk. Végig a sárga úton. Itt jump, és itt még egy jump, ilyen van halesen. Ja, hogy fel lett volna egy létre. Hol? Balra. Hát én már ráig ugrottál? Ha. Lehetünk le? Persze. Megint van egy ilyen csengettyűs nőszemély. Tudtad, hogy nyomsz egy erre egyet zuhanás közben, akkor ilyen lecsapást csinál? Igen. A Mr. X-ek. Nyissuk ki ezt a kaput. És akkor nyissuk ki a másikat is, hogy ne hagyjunk el több shortcutot, ahogy az előbb tettük. Jössz? Persze, követlek. Követlek, mint a szúnyogok. Nyáron. Na most bosszin, ugye? Aha. Ide is be akarunk idézni egy boss? Egy... Lehet a fő karakterek, vagy a fő kötelező bosszok azok attól függnek, hogy be lehet-e hívni segítséget? Lehet. Hello. És egy nő. Old Hunter Henriette. Szervusz Henriette. Akkor menjünk. Jó, nagy betont hordozol a hátadon, Henriette. Az a Kirkhammer. Gyere, Sussi. Én csak felvettem a... Oh, bejött hello. Neked az élet két csajjal járkálsz. Hát ezt megrépálsz. Csókinak esélye nem volt. Jaj, a pauzban a két taszás. Nehogy megold már itt az NPC-n idő előtt, na. Milyen nagy rusnya kalapja van? Ja, azt néztem, Kung Lao-nak milyen kalapja van. Kung Lao! Henriette bekeményített. Az előbb átváltott izére, nagy kalapácsra. Na hát akkor menjünk. Nem mindannyian egyforma életen állunk, úgy látom. De nincs, hirtelen nincs előttem, hogy az melyik boss lesz. De hogy is nem a fehér, a csaj, aki imádkozik. Ezt töltük meg együtt elsőnek. Az a Visszarámélia nevezetű. Ő egy ilyen közkedvelt boss lett amúgy a játékba. Úgy vettem észre így a rajongók körébe. Jó, akkor majd nyitom én. Ennyire se vagytok jó. Erőlködjél csak. A nőnek kell kinyitnia az ajtót. Mert nekem amúgy csaj karakterem van. Igen, aki eddig nem vettem volna észre. Dante az csajokkal. Dante nem egy férfi, aki női ruhát hord, hanem Dante itt egy nő, aki női ruhát hord. Te cikk-cakba mész? Összezavarom az ellentőt. Á, értem. Mint a halálos fegyverbe, vagy alsógatyába vagy? Oké, na megvan, hogy miért. Ő tud életet tölteni, ha beáll így imádkozni. Na, Henriette, drága, légy szíves, ha már
magunkkal hoztunk, akkor legyél annyira effektív, hogy írd ki ezt a poszt helyettünk. Köszönjük szépen. Ennek is nagyon jó zenéje van egyébként. Igen, ez is nagyon jó. Az a jobb a játék, hogy a bosszokat amúgy, ha kitanulod, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsödnek. Tehát hasonlóan, mint a Resident Evil-ben, itt is a megfigyeld, a bosszok nagy részére igaz az, hogy vagy bal általában, vagy jobb általában jobb, de néha bal kezesek, és ha a másik keze irányába támadsz, akkor na most tölti az életét? De nem, bocsánat, mi nem az. Akkor lényegesen megkönnyíted a saját dolgodat. Én egy ilyen fénylő kartot varázsoltam magamnak. Én meg eldobáltam az összes molotovomat rá. Te vagy a tűzindító? Az. Én vagyok a tűzindító. Ja, hát nem is az, hogy ennek is jó a zenéje, tehát ennek ugyanaz a zenéje, mint az első bossnak, mert ő is egy visszaállt. Ő is egy ilyen egyházi személy volt, ugyanaz a zenéje konkrétan. Be is ugodott, hogy olvastam erről, hogy az egyházi karakterek. Mondtam, hogy egy jó zenéje van, hát. Ez a Visszár, ez egy ilyen rangos egyházi személy amúgy jelentése. Na Csórit, ebben most igencsak beleszaladtál. Hú, most itt kinyírna a minket a végére. Hát már ő nem fog. Yeah! Na, van egy-két boss a fejemben, akitől tudom, hogy előre meg fogjuk szívni. Nem mondod, tehát nincsenek is ebben olyan bosszok. Tudod, kell nekem elővenni a koponyához? Igen. Új ideó. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Ebben a videóban több volt a fekete képernyő, mint a videó, de jó. Nem mertem megszólalni, mondom, hogy még menjen a videót. Okay. Mit mondasz, köszönjünk ezen a kicsit érdekesre és elnyújtottra sikerült fejezetnek a végén? Igen, 15 perc bénázás, aztán 15 perc alatt rájöttünk, hogy mi mit csinálunk. Ja, meggyújtottam a kis lámpásom, szerintem köszönjünk. Akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok, a következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.